fejlesztés a felső Tisza vidékén, a jövőben is folytatódik a töltések erősítése és a víztározók építése a térségben. Bemutatták a 2019-es Top 100 kiadványt, az első helyet nettó 230 milliárd forintos árbevétellel lehetett megszerezni. 45. születésnapját ünnepli a Nyírség táncegyüttes, közel 300 táncos készül arra a 20 produkcióra, amelyet a születésnapi gálaműsoron mutatnak majd be. A víztározók építése és a töltések erősítése mellett az utóbbiakon lévő kerékpárutak kialakítása is fontos szerepet kap a Feti vízig jövőre vonatkozó terveiben. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Feti vízig üzemeltetési területén végrehajtott fejlesztések, amellett, hogy növelik a biztonságot az ár- és belvizekkel, vagy épp az aszályokkal szemben, a turizmus fellendüléséhez is hozzájárulhatnak. Megyénk az árvíznek igencsak kitett térségben található, ezért is fontos az itt dolgozó vízügyi szakemberek munkája. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóságnál folyamatosak a biztonságunkat szolgáló beruházások. Nemrég készült el például a Tiszakóródtól Magosligetig tartó töltésfejlesztés. Az ár- és belvízvédelmi munkák mellett ugyanakkor az asszállyal kapcsolatos tározási feladatok is fontossá váltak az elmúlt években. A Feti vízinél már a következő évekre is megvannak a tervek. Ezek közé tartozik mások mellett a Tivadari híd átépítése és a túrmenti töltés erősítése. Mintazonban a társaság gazdasági igazgató helyettese 35 perc című műsorunkban kiemelte, a jövőben sem csak a töltések magasítására helyezik a hangsúlyt. A víztározók, a szükségtározók jelentenek nagy segítséget az árvízvédekezésben. A már megépült Beregi és Szamos-Kraszna közi tározó mellett most kezdődött el a Tisza-Túr közi tározó építése. A ukrán határhoz nagyon közel, ez is egy 42 millió köbméteres víztározó. Ez elsőként az országba belépő Tisza vizet csapolhatjuk meg ennek révén. Nagyon nagy segítség lesz a árvízvédekezéshez, főként, ha az Ukrajna területén tervezett tározók is megépülnek. A szakember arról is beszélt, hogy fejlesztéseikkel a turizmus sikeréhez is hozzá tudnak járulni. Az árvízvédelmi töltések ugyanis kiváló kerékpárutaknak biztosítanak helyet, hiszen sík felületen, szép környezetben tekerhetnek az ezeken biciklizők. Amit az elmúlt években árvízvédelmi töltést építettünk, ez már mind úgy fejeződött be, hogy aszfalt korona burkolatot kapott, tehát kerékpárút is egyben amellett, hogy nekünk a szakmai céljainkat szolgálja. De mert szakmailag is fontos, és miért ne legyen szívügyünk az idegenforgalom, ezért az olyan töltéseken, ahol a közeli években nem várható töltésmagasítás, ott is igyekszünk kerékpárút fejlesztésekbe belefogni. Bármilyen projekt erre adódik, akár önállóan, akár önkormányzatokkal. Pesel Antal elmondása szerint már csak egy rövid szakasz hiányzik a Tisza partján, amelynek elkészülte után Tokajtól egészen az ország határig Tiszabecsig juthatunk majd el két keréken, aszfaltozott úton, igaz időnként kompresszálva. Mint az igazgató helyettes elmondta, mindenki nyugodtan alhat tevékenységi területükön, a töltésfejlesztésekkel és más beruházásokkal ugyanis folyamatosan növekszik a biztonság a térségben. Nettó 3 milliárd forintos árbevétellel lehetett idén bekerülni a top 100-ba. A listán az előző évhez képest 40 vállalkozás cserélt helyet, az első helyre 230 milliárd forinttal lehetett elérni. Ehhez elengedhetetlen volt az innovációs fejlesztés is, amely a textil és az élelmiszeriparban volt a leginkább megfigyelhető. A megye gazdaságát és a legjelentősebb megyei székhelyű gazdálkodók teljesítményét bemutató Top 100 kiadvány egy 20 éves kezdeményezés. Ekkor készült el először a Kelet-Magyarországban egy évvégi gazdasági összesítés. 13 éve pedig a megyei vámhivatallal és a megyei kereskedelmi és iparkamarával közösen készítik el ezt a listát. Jubilálunk többféle szempontból is, a Napilap idén 75 éves, a megyei kamara idén 25 éves, és 10. alkalommal adunk át gazdasági díjat. A célja tulajdonképpen az, hogy egy aktuális, friss tükörképet adjunk a megye gazdaság életéről, teljesítményéről. Itt pontos számok, kimutatások hangzanak el iparági bontásban. Ez egy nagyszerű gazdasági seregszemle.
A szakemberek szerint 2018 sikeres év volt üzleti szempontból a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozások számára. Statisztikailag ugyanis jelentős gazdasági fejlődést mértek, kiegyensúlyozott politikai, gazdasági és adójogi környezet övezte a tevékenységüket, hangzott el a rendezvényen. Ezt igazolja az is, hogy az export több mint 86%-a kötődik ezekhez a cégekhez, és a foglalkoztatás 30%-át az itteni társas vállalkozások által alkalmazott munkavállalók teszik ki. Ezek a cégek 16%-os részt képviselnek az országos adóbevételekből, ami összesen 130 milliárd forintot jelent. Természetesen mindig vannak új belépők, illetve jelentős mozgás van a top 100-as körben. Mintegy 40 vállalkozás cserélt pozíciót ebben a körben. Egy 3 milliárd forint volt az a értékhatár, amivel nettó árbevételek értékében, amivel be lehet kerülni a top 100-ba. A megyei vállalkozások innováció szempontjából is jelentős fejlődésen mentek át az elmúlt egy évben. Ez főleg élelmiszer és textiliparban volt megfigyelhető. Az illetékes minisztérium igyekszik ebben részt venni. Építőipari támogatási program keretében közel 10 vállalkozás kapott segítséget a megyében, az Irinyi tervben, vagyis az általános iparfejlesztési tervben pedig 2 cég vehetett részt. Az építőipari program egy kisebb összegű támogatást jelent, itt 25 és 400 millió forint közötti támogatásban részesülhettek a cégek. Az Irinyi terv támogatási program egyel nagyobb volumenű, ott akár 80-100 millió forintos támogatási összegeket is kaphattak a vállalkozások. Idén 10. alkalommal talált gazdára a rendezvényen a Top 100 gazdasági díj. 2019-ben ezt a 230 milliárd forintos bevételt szerzett Háda György kapta meg. Közel 300 táncos készül arra a 20 produkcióra, amelyet a Nyírség Tánc Együttes gála műsorán mutatnak majd be. A 45. születésnapját ünneplő együttes idén megszerezte a CIOF minősítést. A gálát november 30-án rendezik meg a Continental Arénában. 5 évente rendezi meg jubileumi gála műsorát a Nyírség Tánc Együttes. A 45 éve alakult és azóta folyamatosan működő együttes műsora idén az Akármerre visz az utad címet kapta. Ezzel is azt akarták üzenni, hogy Nyíregyháza és a Nyírség mindig is központi helyet foglalt el a magyar néptánc és kultúra világában. A nyíregyházi kulturális élet egyik ikonja a Nyírség Néptánc Együttes, egyrészt igazolja 45 év, másrészt amit csináltak a 45 év alatt, amit most is csinálnak. Ugye városi rendezvényeken részt vesznek, képviselik városunkat hazai, nemzetközi fesztiválokon, illetve hát itt a Nyírség Néptánc Fesztivál főszervezői. Ez a fesztivál tette lehetővé, hogy a legmagasabb nemzetközi minősítés díját 3 évre megkapják. A CIOF, vagyis a Folklor Fesztiválok Nemzetközi Szövetségének tanúsítványát azok a táncfesztiválok nyerhetik el, amelyek megfelelnek egy UNESCO által felállított követelményrendszernek. Ez azt jelenti, hogy a 2 év múlva sorra kerülő fesztiválra már nagy biztonsággal is könnyen tudunk hívni együtteseket, hiszen a lényege az, hogy pontosan tudja egy együttes, hogyha eljön egy országba, akár egy kisebb településre is, tehát ugye nem a fővárosba hívjuk, hanem Nyíregyházára, akkor ott ugyanazokat a feltételeket fogja megkapni, mint hogyha Isztambulba menne, vagy Bangkokba, vagy Budapestre, vagy más olyan helyekre, ahol nagy CIOF fesztiválok vannak. Az együttes a fesztivál szervezés mellett nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás nevelésre is. A közel 300 fellépőnek az egyharmadát ők teszik majd ki a gálán, egy 20 perces önálló blokk keretében. Most 4 utánpótlás csoport is kapcsolódik a Nyírség Táncegyütteshez. A legkisebb az Ispilánk Táncegyüttes, de létezik természetesen, mint régen, Margaréta Táncegyüttes is, Lókötő Táncegyüttes, illetve Topogó Táncegyüttes néven a 4 együttes. Mindannyian színpadra lépnek, mint egy 100 gyermek most a 45 éves jubileumi gála műsoron, és egy nagy közös produkcióval készülnek. Mindenki el fogja táncolni most a kedvenc koreográfiáját, illetve annak egy részletét, és az egész kis közös műsorunkat pedig egy közös nagy ugrussal fogjuk majd befejezni. A szervezők az előzetes érdeklődések alapján teltházra számítanak november 30-án este 6 órától a Continental Arénában. Akinek pedig nem maradt hely, azok az együttes YouTube csatornáján élőben is követhetik majd az eseményeket.
December 1-től kezdetét veszi az adventi időszak ünnepi programsorozata Nyíregyházán a Kossuth téren. Vasárnap délután kapcsolják fel először az ünnepi fényeket, az első adventi gyertyát pedig Csonka András gyújtja majd meg. A karácsonyt megelőző hetekben már folyamatosan nyitva tartanak a forgatag standjai, jövő hét keddtől pedig nyíregyházi középiskolák előadásai lesznek láthatóak. December 7-én a Melanzs Duó és a Szívtipról lép majd fel a város főterén, majd másnap Gájer Bálint énekes gyújtja meg a második adventi gyertyát. Megpróbáltunk mindent megtenni azért, hogy a benti helyszíneken kint is minél változatosabb programokat kínáljunk, így kint a színpadon kedd és vasárnap között minden nap lesz műsor, de lehet, hogy még majd a hétfői napokon is figyeljék, arra kérem a lakosságot is, meg akik szeretnének eljönni, nézzék meg, hogy pontosan kik és mikor fognak fellépni, mert nagyon sok nyíregyházi iskola, nagyon sok nyíregyházi zenekar fog szerepelni majd itt a következő 4 hétben, és hát ugye minden egyes adventi vasárnapon, amikor a gyertyagyújtásra sor kerül, ugye sztárfellépők jönnek majd a Nyíregyházára. Új szerepben láthatja a közönség januártól Szalai Bencét, a Mesél a Bécsi Erdő című darab főszereplőjét, az 1001 éjszaka gyermekelőadást, a klasszikus mesegyűjteményt Papp Dániel rendező állítja színpadra, egy kifejezetten a Móri Zsigmond Színház számára adaptált változatán keresztül. Szalai Bencét a Vízkés című film főszereplőjeként ismerte meg az ország, nyíregyházi munkáinak köszönhetően a városba is költözött. Október végén mutatták be a Mesél a Bécsi Erdő című előadást a Móri Zsigmond Színházban. A főszereplő személyében láthatták a nézők Szalai Bencét. A színész úgy nyilatkozott, ez lett az egyik kedvenc színházi előadása, amiben eddig szerepelt. Szalai Bence Nyíregyházára költözött a munkái miatt. Két előadás között az elmúlt hetekben volt egy kis szabad ideje. Most volt egy kicsit a Mesél a Bécsi Erdő és az 1001 éjszaka olvasó próbája között egy kis időm. Most meglátjuk, hogy mi lesz. Még én sem tudom, hogy pontosan milyen szerepeket fogok ebbe játszani, attól függ, hogy mennyit kell itt próbálnom. De hát nagyon nagy baj nem lehet. Tehát vagy kirándulok, amit imádok csinálni, vagy próbálok, amit imádok csinálni. Szóval most jó helyen vagyok nagyon. A nyíregyházi társulatot nem ismerte korábban, de türelmes és segítőkésznek ismerte meg a színészeket. Azt mesélte, jó a hangulat a Móri Zsigmond Színházban. Országos hírnévre 2017-ben a Viszkis című film főszereplőjeként tett szert. El szoktak ismerni, de amúgy itt nem jönnek úgy oda az emberek. Ez is sokkal nyugodtabb így, hogy nem az van, vagy nem ilyen sutyorgás van, hanem hogy az, és akkor így ennyivel le van zárva. Ha beülök valahova, akkor nyilván szóba elegyedek pár emberrel, akik ott oda jönnek akkor, de ez is nagyon nyugodt és tök természetes. Nem érzem azt, hogy van egy ilyen feszk, hogy mindenki engem nézne, szóval nagyon kedves mindenki, aki megismer az is. Hétfő délután az 1001 éjszaka című darab első megbeszélését tartották a színházban. Ez lesz az első gyermekelőadás, amiben játszik Szalai Bence. Úgy fogalmazott, mivel egy nagy színpados darabról van szó, még nehezebb lesz lekötni a gyerekeket, illetve a figyelmüket egyben tartani. Ezért egy kihívás jelent számára az új szerep. Soha nem gondoltam bele, hogy gyerekeknek akarnék játszani, vagy mutatni, vagy beszélni bármiről. Pedig mostanában jöttem rá, hogy mennyire fontos. Mert hogy nem csak az a... Tehát, hogy egy embernek az életét mik befolyásolják, azok bizonyos történetek vagy események, ami lényeges. De az még lényegesebb, hogy milyen sorrendben jönnek ezek az ingerek, vagy benyomások. Mert ha előbb jön egy olyan információ, mint kellene, akkor teljesen máshogy fogja arra a történésre ránézni. Ezt én most felnőtt fejjel jöttem rá, hogy gyerekkoromban mik voltak azok a dolgok, amik talán olyan benyomások voltak, ami miatt téma nem tudok, vagy máshogy gondolkodom, és nem tudok, hogy nyitottan gondolni azokra a témákra. Úgyhogy a lényeg az, hogy nagy felelősséggel jár az, hogy mutassunk, de most már kifejezetten szeretném. És szerintem nagyon fontos, hogy a gyerekeket ilyen korban tudjunk nekik értelmes dolgokat mondani. Szalai Bencét a képernyőn is láthatjuk majd. Az elmúlt időszakban leforgatott egy filmet, arról nem mesélhetett, de 2 televíziós sorozatban is forgatott, egy heti drámasorozatban és egy heti vígjáték sorozatban. Ezek a jövő év elején kerülnek adásba az egyik országos kereskedelmi csatornán.
December 13-áig jelentkezhetnek a csapatok az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága által kiírt műfüves felkészülési tornára, amelyet 4 helyszínen rendeznek majd meg. Nem csak a szabadban, teremben is kínál felkészülési lehetőséget az igazgatóság, mivel ismét megrendezik a Nyírerdő Kupa kispályás tornát. A héten még pótolnak néhány alacsonyabb osztályú felnőtt és utánpótlás mérkőzést, de gyakorlatilag véget ért a megyei nagypályás foci szezon. Az MLS megyei igazgatóságán viszont nincs holt szezon, már korábban elkezdték szervezni a téli felkészülési tornákat. Január 25-től február 16-áig 8. alkalommal rendezik meg a műfüves nagypályás tornát, Kisvárdán, Nyírbátorban, Nyíregyházán és Tarpán lépnek majd pályára csapatok. A tornára maximum 50 együttes jelentkezését tudják elfogadni a szervezők. Ennek a tornának maximálisan csak a felkészülés a célja, ez azt jelenti, hogy nem lesz se rájátszás, se első, se második, tehát nem osztunk ki díjakat, csak és kizárólag mindenki 4 mérkőzést játszik. Igyekszük majd helyszínenként a csapatokat az elmúlt 2 évhez hasonlóan úgy beosztani, hogy majdnem mindenki a saját erősségének megfelelő együttes kapjon. Ez azt jelenti, hogy ha megye 3-as csapatok neveznek, akkor természetesen nem rakjuk össze a megye első osztályú csapatokkal, hiszen annak egyik csapatnak se lenne igazából értelme a mérkőzésnek, hanem megpróbáljuk erősorrendben is a 2-5-ös csoportot kialakítani. Az elmúlt években ennek nagyon jó volt a visszhangja, bízunk benne, hogy most is sokan fognak élni ezzel a lehetőséggel. December 13-áig lehet nevezni. A nevezési díj az első évtől kezdve folyamatos, nem változott, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez se lehet akadály annak, hogy benevezzenek a csapatok. A nagypálya mellett teremben is biztosít felkészülési lehetőséget a megyebeli csapatok számára az igazgatóság. A Nyírerdő teremtornát is szintén a nagypályás felnőtt csapatok számára rendezzük. Ez egy kicsit hamarabb, január 2. vasárnapján indul a selejtező. Az ott továbbjutó csapatok a következő vasárnap, tehát január 3. vasárnapján, azaz január 19-én a középdöntőben játszanak, és a 8-as döntőt pedig január 26-án a már jól megszokott helyszínen a Firó foci csarnokba fogjuk szervezni, rendezni. Igazából ez a teremtorna elsősorban a megye 2-es, megye 3-as csapatoknak szokott lenni kiírva, illetve hát ők szoktak jelentkezni, mert pont akkor, amikor január 2. felében kezdenék az összetartást, és kezdenék a kinti edzéseket, akkor ez nagyon jó ilyen csapat összetartó, nagyon jó összehozza a brigádot, és az első alkalommal ez egy kiváló, kitűnő alkalom, hogy terembe azért felkészüljenek majd a tavaszi szezonra. Kvaka Árpád elmondta, szombaton és vasárnap mezőkövesd az otthont a megyei válogatottak tornájának. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye válogatottja Borsod, Hajdú, Heves és Nógrád megye legjobbjai ellen lép majd pályára. A győztes bekerül az országos 4-es döntőbe. A második helyen zárta az őszi szezont a nagyhalászi futballcsapat a megyei első osztályban. Ludánszki István együttese 10 győzelem mellett 3 döntetlent játszott és 2-szer szenvedett vereséget. A nagyhalász hátránya 1 pont a listavezető Nyír Gyulaj mögött. Jól kezdte a bajnokságot a nagyhalász, az első 2 fordulóban 12 gólt szerzett Ludánszki István együttese. Balkányban a 2 őszi vereség egyikét szenvedte el a halász, majd ismét jöttek a győzelmek, a 14. fordulóig a tabella élén állt a csapat. Az újfehértói vereséget követően az első helyet át kellett adni a Nyír Gyulajnak, amely a zárófordulóban megtartotta 1 pontos előnyét. A nagyhalász így a mezőnyben legkevesebb vereséget, mindössze 2-t elszenvedve, a legtöbb gólt, 46-ot szerezve, továbbra is harcban áll a bajnoki cím megszerzéséért. Mi itt házon belül ezt úgy kezeljük, hogy nem mondjuk ki azt, hogy bajnoki címért küzdünk. Mi minél több meccset szeretnénk megnyerni. Nem is vagyunk, én szerintem a klubunk nem felkészült arra, hogy feljussunk egy magasabb osztályba. Én mindig azt mondom a játékosoknak, mindig csak a következő meccsre gondoljanak, és azon járjon az eszük. Az, hogy a vezetőség esetlegesen egy olyan dolognál, hogy mi legyünk az elsők, vagy mi leszünk az elsők, ez az ő dolguk, hogy mit szeretnének. Ha ezt majd közlik velünk, akkor közlik, mi nem leszünk semmivel rosszabb játékosok, jobb játékosok se, hogyha egyszerűen nem akarnak feljutni, mi minden meccset meg akarunk nyerni ebben az osztályban. Mint Ludánszki István elmondta, az eredmények és a játékos keret tükrében nem terveznek komolyabb változtatásokat a téli szünetben. Minden fél évben vagy minden évben, amikor lehetőségünk nyílik rá, hogy igazoljunk, én mindig ellenzem a dolgot.
akiket igazolunk is, nagyon olyan játékosok, akire szükségünk van. Tehát olyan játékos nem fogunk igazolni, aki csak peremember, aki úgymond nem a kezdőbe igazolunk. Én szerintem ez a keret, ez a 20-as keretünk teljesen megfelelő erre az eredményre. Én szerintem elértük vele azt az eredményt, amivel a vezetőség is elégedett. Isten igazából én nem szeretnék igazolni, nem is nagyon van rá én szerintem lehetőségünk, viszont hogyha egy-két játékos úgy gondolja, hogy bármilyen probléma miatt ő szeretne inkább más csapatba játszani, akkor őket sajnos pótolnunk kell. Az edző és a játékosok jövő év elején találkoznak, a bajnokság pedig február 22-én folytatódik majd a megyei első osztályban. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. A víztározók építése és a töltések erősítése, magasítása mellett az utóbbiakon lévő aszfaltozott kerékpárutak kialakítása is fontos szerepet kap a Feti vízig jövő évi terveiben. A fejlesztések amellett, hogy növelik a biztonságot az ár- és belvizekkel, vagy épp az asszályokkal szemben, a turizmus fellendüléséhez is hozzájárulhatnak. Üzleti szempontból sikeres évet zártak a megyei vállalkozások a 2019-es Top 100 kiadvány statisztikái szerint. A listára nettó 3 milliárd forintos árbevétellel lehetett felkerülni, az első hely pedig 230 milliárd forintba került. Ehhez az innovációs fejlesztésekre is szükség volt. Ezt a textil és az élelmiszeriparban tudták a legjobban kamatoztatni a cégek. A Top 100-ban helyet kapott megyei vállalkozások 16%-os részt képviselnek az adóbevétel, ami összesen 130 milliárd forintot jelent. 5 évente rendezi meg jubileumi gálaműsorát a Nyírségtánc Együttes. Idén közel 300 táncos készül arra a 20 produkcióra, amelyet a születésnapi gálaműsoron mutatnak majd be. A 45. születésnapját ünneplő együttes idén megszerezte a CIOF minősítést is. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták november 26-án kedden, friss hírekkel legközelebb szerdán várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Kedden változóan többnyire erősen felhős időjárás várható, éjjel több helyen lehet párás a levegő. Csapadék nem valószínű, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 2 és plusz 4 fok között alakul. Szerda estig többnyire felhős idő valószínű, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, majd délutántól megvastagszik a felhőzet, és a délutáni esti óráktól egyre több helyen számítani lehet esőre, záporra. A déli szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 10-11 fok körül alakul. Csütörtökön még erősen felhős, illetve borult idő lesz a jellemző, és több helyütt számítani lehet esőre, záporesőre. Pénteken felszakadozik a felhőzet, már csak szorványosan hullhat csapadék. Szombaton szárazabb levegő áramlik térségünk fölé, több órás napsütésben lesz részünk, néhol lehet futózápor, a hegyekben egy-egy hózápor, ugyanakkor sokfelé fúj majd erős északnyugati szél.